Az oktatáshoz hasonlóan a kulturális események is átköltöztek az online térbe. Így történt ez a Tolnai Magházban is, ahol a hetekben kezdetét vette egy úgynevezett virtuális tárlatlátogatás, ahol az aktuális kiállítások tekinthetőek meg digitális formában. Józsa Jácint kiállítás szervező szerint ez egy új lehetőség azoknak az alkotóknak, akik nem szeretnének nyilvánosság elé állni, vagy a fiataloknak, akiknek egyébként még nem volt lehetőségük önálló kiállítást szervezni. Most két hete kezdtük el ezt az akciósorozatot, ezt a virtuális galéria névre keresztelt online térbe kitelepült rendezvényünket. Végül is a járvány kihívásai állították, a járvány állította új kihívások elé a művelődési intézményeket, és ennek válaszául ugyanúgy, hogy az oktatás és a munkavégzés is, egyes kulturális események átköltöznek az online térbe, a virtuális térbe. Hát a kiállításokat is megpróbáltuk így egy új formába önteni, és virtuálisan jelennek meg a Tolnai Kulturális Központ és a Magház közösségi oldalán a kiállítások digitálisan, tehát befényképezve. Van ami olyan 3D-s módszerek, amivel bemutatjuk magát a kompozíciót is, hogy térben hogyan épül fel a kiállítás, és utána meg lehet nézni őket egyenként is. Ez olyan kiállításoknál érvényesül, amik itt fel vannak rakva a Magházba, illetve tehát olyan alkotókat is próbálunk megszólítani, és bemutatkozási lehetőséget biztosítani nekik, akiknek még nem volt kiállításuk. Hát gondolok itt elsősorban a kreatív fiatalokra, akikhez szerintem eleve közelebb áll a közösségi oldalakon végzett tevékenység. Én úgy veszem észre, igen, a visszajelzésekből, hogy ez sikeres, mind az alkotók, mind pedig a befogadók részéről, tehát van visszhangja, és kapunk elég sok visszajelzést is ezzel kapcsolatban, és úgy veszem észre, hogy vannak egyes alkotók, akiknek sokkal jobban megfelel ez a gyakorlat, mivel vagy nincs elég művük ahhoz, vagy hogy vállaljanak egy rendes nagy kiállítást, mivel megtöltenek egy teret, vagy félénkebbek, nem merik magukat megmutatni, nem vállalják egy megnyitóval való Rivalda fényt meg közszereplést, és nekik sokkal jobban megfelel ez, hogy így a háttérből mutatják meg, hogy végül milyen foglalkoznak hobbiként, milyen művészeti ágat űznek. A virtuális galéria az hetente jelentkezik egy új alkotóval, a rendes kiállítások pedig a Magházban pedig 3 hetes ciklussal szoktak működni. Itt, ami most a hátam mögött is látható, ez a Bárka Művészeti Szalonnak a kiállítása. Ezt november 13-ára terveztük, hogy megnyitjuk, de sajnos már nem került sor, mert érvénybe léptek a korlátozások. Ezt is tervezem, hogy még a karácsony előtt felkerül az egyik virtuális galéria sorozatba, az itt látható alkotások, és ez is megtekinthető lesz a Magház közösségi oldalán. November hónap pedig 2-en mutatkoztak be a virtuális galéria sorozatba, 2 alkotó, egy fotós és egy festőművész. A fotós Domokos Gábor, mözsi lakos és hobbiból fotózik. Elsősorban a székely népművészethez a kedvenc témája, az ehhez kapcsolódó rendezvényeken fotózik. Őneki még nem volt kiállítása se a Magházba, se Mözsön, ezért is volt egy újdonság, hogy ő is megmutatta a munkáit, illetve bemutatkozott még Orbán László festőművész. Őneki pedig várhatóan a korlátozások feloldása után lesz élőben is egy tárlata, és ő is egy olyan egy alkotó, aki még nem mutatta meg magát sehol, még nagyon fiatal, 21 éves, és szerintem ez egy jó bemutatkozási lehetőség számára is. Bár a november elején érvénybe lépett szigorítások értelmében az intézmény nem fogadhat látogatókat, a kiállítások mellett a tervezett rendezvények sem maradnak el, melyeket szintén az online térben szerveznek meg. Most a járvány következtében történt korlátozások miatt az intézmény zárva tart, rendezvényeket nem tudunk tartani és biztosítani egészen a korlátozások feloldásáig, és addig megpróbáljuk mi is a rendezvényeket
átköltöztetni az online térbe. És vannak a virtuális galéria mellett egyéb rendezvényeink is, most már az ünnepekhez kötődően van egy Mikulás napi pályázat, ahol a gyerekek küldhetnek be Mikulásnak szóló verseket, rajzokat, énekeket, illetve meghirdettünk egy adventi koszorú készítő versenyt is. Itt kreatív adventi díszeket várunk, szintén fotóformájában várjuk az alkotóknak a műveit, és ez le is lesz zsűrizve. Itt a legfrappánsabb ötletek és megoldások azok díjazva lesznek.